Sziasztok! Itt közben ellenőrzöm a technikát, mert nem ment a felvétel. Tehát egy kicsit rendkívüli a ma este. Itt van velem Mr. Bad 007, azaz Bokor Csaba, az egyik kommentelő a YouTube-ról. Hát lejátszottuk a játszmát, én szentül meg voltam róla győződve, hogy forog a felvétel, nem forgott, és kutyafüle. Úgyhogy várom tőle a következő linket, itt közben nézzük meg, hogy ugye tudja, hogy felvétel készül, és hozzájárul a felvételhez. Tehát várom a következő linket. És akkor most az olvadó hóember következik. Tehát alulírott a Bokor Csabával. Ő ugye Írországból jelentkezik be, tehát nálam 21:53, nálam mondjuk 2-3 órával kevesebb, és attól függően, hogy ki hogyan állítja az időt. Megérkezett a link, azt mondja copy, nézzük, azt mondja join the game, és lássuk. Üdv ismét, most már forog a felvétel. No, egy szicíliait akkor. Nagyon megizzasztott az előző játszmában. Nagyon-nagyon megizzasztott. Lássuk, mivel készült, ahogy ugye agadmator szokta mondani, hogy mivel készült? What has prepared? Lássuk. Ugye ezek a tudom én. Ugye Csaba nem tudja, hogy az előző játszmának a csetjében kijelöltem a szöveget. Telefonról jelentkezik be, tehát ha mit tudom én Blendert látunk, akkor az lehet, hogy azért lesz, mert mondjuk megcsúszik az ujja, tehát én ugye asztali gépnél játszok, itt az egér azért sokkal pontosabb. Buszon szokott hát hihetetlen muris Blenderekhez vezetni, amikor hát döccen egyet a busz, vagy hirtelen fékez, és akkor tudom én, kimegy a, ugye, tudom én, ilyen paraszt F3, vagy ilyen F4, és akkor így nézem, hogy oké, ezt hogyan lehet folytatni, mert ugye ez így elszállt. Na lássuk, hát akkor ott már rossálni nem fog. Megadom, mondtam, hogy telefon. Szerintem ebben rossa lesz. Úgy van, jó. Tehát ezt mondtam, hogy most ebben semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen azon agyalni, hogy most ez izé vagy mizé. Az embernek megcsúszik az ujja, és ha van egy minimális bizalmi alap, akkor nincsen tétje annak, hogy most megörüljek annak, hogy puff, na akkor itt most nem lesz rosa. Igazából erre készül, és nekem az a bajom, hogy ezen az átlón van a futóm. Ha most beletolom, hát ugyanaz Pepitában.
Ez a lovam viszont itt most jól be van oda téve. És van egy kis szuszpansz a levegőben, hogy melyik irányba fogok rosálni, ha fogok. Majd kiderül. Az a helyzet, hogy itt azért eléggé ki vannak nyilva. A figurái. Hát megdolgoztat a nyitásban ez. Egy ilyesmin törtem a fejemet, de lehet, hogy még akár ez is belefért volna, mert ugye a királynő az királynő. És utána meg itt valamit próbáltam volna. Hát ez szerintem játszható, de határeset. Na jó, most már viszont... Jó, ez... Itt néztem, hogy itt van valami, ami... De nincs. Ez blunder volt. Na, de a királyom az közben rekedekben, nem tudom, mi történik. Még mindig cukormentes. Az se rossz. Lassan biztonságba kell helyeznem a királynőmet, mert hogy... Ez viszont kényelmetlen lesz, de... De miért nem lépte meg? Miért nem lépte meg? Hát szinte kívánta magát a helyzet, hogy... na most, ha itt elindul, akkor itt lesz egy erőforrásom. Ezen az átlón. Így viszont. Jó, mondjuk beteszi a bástyáját. Én betenném a bástyámat, és nem. És nem, de akkor ez megint blunder. Ez megint blunder, mert el van barikádozva a futója. És még erre is tudok reagálni, mert fel sem merül, hogy mat legyen. Hát ez pedig egy olyan erősen induló játszma volt. Na most az a baj, ha én itt valamit ütök,
akkor megengedheti magának, hogy behozza a bástyáját, és mind a két figurámat nem tudom megvédeni, úgyhogy cserélünk, és hozom ki a másik bástyát. Na most ettől tartottam, hogy itt viszont elkészült egy blokád. Lövésem sincs, hogyan töröm fel, mert lehet, hogy el kell engednem ezt a sarkot, és akkor indulunk erre felé. Hát akkor ez lesz, hogy indulunk erre felé. Hát pedig nagyon-nagyon erősen indult ez a játszma. Meg fogjuk nézni az elemzést, szerintem konkrétan vesztésre álltam. Minimum egy olyan 3 pontos előnye volt Csabának. Itt valamit lecserélünk, mert ugye azt diktálják a sakkelvek, csak ez a futópáros, ez eléggé brutális lesz. Hiába van a bástyám. Ez a futóm. Hát végül is. Ez brutális lesz. Hiába van bástyám, itt a futóm az eléggé szerencsétlen. Ezért meg kell nagyon dolgoznom. Négy perc, hát végül is időm az van. Egyáltalán nem érzem, hogy plusz 6 előnyöm lenne. Lássuk ezt a változatot egyelőre. Itt az a jó, hogy hiába a Bishop from Hell. Hát jó, ez mondjuk az én parasztom, de itt a saját figurájába botlik bele. Most azt nézem, hogy vajon nem lehetne itt valamit kierőszakolni, hogy valami ilyen bástya cselben, így valamit ilyen... Hát ez így izé. Ez így izé. Na, ez nagyon kemény játék volt. Nézzük meg gyorsan az elemzését, mert ez így nagyon, nagyon meredeken indult. Ezt szerintem majdnem elvesztett. Nem? Hát... Szerintem, hát én egyáltalán nem éreztem úgy, hogy itt... Hát én úgy éreztem, hogy ez valami ilyesmi volt. Jó, kellett volna nyomnom egy rematchet. Közben írtam, hogy hát ha küld egy következő linket, mert elfelejtettem, hogy ha átmegyek elemzésbe, akkor nem lesz rematch gomb. Tizennégy perc, hát lehet, hogy még egy játszma belefér. Nézzük.
Azt mondja Csaba, hogy küld egy új linket. Hát ha legközelebb képpel is bejelentkezik majd, most csak így a chatben. Hát én azt hittem, hogy ennek valami ilyesmi alakja van. Én valami ilyen, tehát nagyon megvallatott a nyitásban. Hiába éreztem én úgy, hogy hát jó, mondjuk el is. Itt né. Mert itt mit kellett volna? Ló H6. Oké. Azt mondja, hogy copy. Na, akkor paste és join the game. Na, lássuk. Öt plusz nulla, húha, 5 plusz nulla, na lássuk, 5 plusz nulla. Ilyet már játszottunk ma egyszer, de ha az elemzés megmutatta, hogy itt ló H6, akkor ló H6. Itt lehet, hogy ilyen pet opening van a Csabánál, hogy ezt így gyakorolta. Mert hogy ez így ebben a formában egy kicsit hasonlít a bird openinghez. És hát majd kiderül, hogy esetleges-e a hasonlóság, vagy tényleg az, vagy tényleg bird openingről van szó. De hát ha már megkaptam a tippet a... Lesz egy királynő csere? Ha már megkaptam a tippet a Stockfish-től, hogy akkor hát használjuk a tippet. Itt igazából most hát nem nagyon nincsen semmi. Ez olyan messzire nem vezet. Itt még befigyel egy sakk, úgyhogy kifejlesztjük a lovat. Kifejlesztjük, na ez is egy jó szó. Ez erről az jut eszembe, mikor én ugye nem tanultam formálisan iskolában sakkozni, tehát sakkiskola, vagy sakkóra, vagy micsoda. És akkor az, amit az angol szakzsargon az úgy mond, hogy pieces, na az nekem az effektor volt, mert hogy azoknak van hatása. És akkor mindenféle ilyen helyzetre így megvolt a szakifejezésem. Ez csak a lovat hozza ki, viszont ha rá... És ez meg ez. Tehát ha ide feljövök a királynővel... Hát rosáljunk be biztonságba, azért egy paraszt előnyt mond a Stockfish, de szerintem itt most sokkal több előnyöm van, mint egy paraszt. És például ez így, hát minimum egy tempó. Oké. Itt ugye erre készültem, hogy itt nem tudom, hogy ez most vajon micsoda. Ugye abba egyeztünk meg, hogyha ilyen nagyon furcsa blender felkerül a táblára, akkor megkérdezem, hogy oké, nem a... Tehát, hogy megcsúszik az embernek az ujja, ez van.
Jó. Tehát Blender. Omlik össze sajnos. Ez a játszma, ez sajnos elúszott Csabának. Na most, hát igen, csak két ló is fedezi azt a futót. Hát akkor egyenként a futókat leszereljük. A futót, a lovakat leszereljük innen. Ugye erre készülök. Igen ám. Igen. Jó, csak... Oké, 20 perc. Nézzük, megkérdezem, hogy rematch, és lássuk, mit mond. Oké, D4. Mindenki a... ilyesmi nyitásokra számít. Itt a Lichess a Horvitz védelmet szokta mondani, lövésem sincs, hogy az mi. Hát szerintem ez volt, hogy ott volt egy pet opening, aminek az első játszmában meg is ittam a levét rendesen. Próbálkozzunk, aztán legfeljebb nem lesz belőle semmi. Mert hogy itt ló mindenféle, tehát ez a pozíció, és hogyha... Na, tehát ha ez, akkor én ide besétálok. Nézzük. Az a baj, hogy paraszttal visszafelé nem lehet menni. Ha meglép, én kegyetlenül meglépem, és akkor mondjuk ezt így tudnám folytatni. Lássuk ezt a változatot, szerintem ez az ellenszere. Vagy az. Lássuk. Lehet környék ez valami megfázás.
Nézzük csak, mi van itt a táblán. Egy idő után ez az átló lehet, hogy kinyílik ám. Arra az esetre, ha itt elhajtanál valami figurámat. Közben ellenőriztem, hogy a királynőmet azért, hát ha tartja valami. Jaj! Pali! Mit csinálsz? Hát figyelj oda! Hát mit csinálsz? Hát ebbe majdnem beleszaladtam. Ebben majdnem beleszaladtam. Jó, mondjuk. De ebből csak a rövidebbet húztam volna. Játsszuk ezt. Úgy látom, hogy Csaba nagyon a területre megy. Én meg ezek szerint pozicionálisabban próbálok játszani, vagy nem tudom, mi ennek a szakkifejezése. De hát határozottan az az érzésem, hogy területre megy. És most ez a húsvéti tojás. Hogyha így üt, úgy van. Akkor ennek rossz vége lehet. Hát ebbe beleszaladt, de hát én is majdnem beleszaladtam ebbe, tehát ez nem annyira meglepő. Az a baj, hogy ezt itt ketten tartják. Nézzük csak. Nincsen sakkom, de valami azért nézzük, azt mondja. Hű, idő! És 5 plusz 0, azt a kutya fülét! Idő! Idő! Idő. Nagyon hirtelen össze kell kapnom magamat, mert azért egy perc, két perc ellen ez akármilyen felállásban nagyon el tud rondulni. Mit lépjek, mit lépjek? Hát ezt szerintem elveszítem időben. Ez egy dirty flagnek tűnik.
annyira hozzászoktam így ösztönösen az 5 plusz 3-hoz, hogy mennyi az idő, hány óra, mi fér bele, mi nem fér bele. Ezt szerintem elveszítem. Ez nekem annyira szokatlan időformátum, hogy ezt itt azt figyelem, hogy ha beleszalad-e egy ilyenbe. Ha valami ilyesmi, akkor nem is tudom. Királynőjét egyelőre zárjuk be. Egyetlen egy lépés van a táblán. Basszus, mennyi időm van? Nagyon nincs időm. Hú, hát GG. Harminc egy perc megállunk. No, akkor ez egy ilyen rendhagyó játszma volt. Köszi a figyelmet. Ha van még vállalkozó kedvű, aki szeretne megizzasztani, az megizzaszthat. Hát valami olyasmi a ugye a korábbi felhívásban az hangzott el, hogy igen, igen, megizzasztottál Csaba. Ugye az hangzott el, hogy hát írót, költőt, mit tudom én, csillagászt, mert hogy annak különösebben sok értelme nincsen, hogy jön a fidemester, és hát lemos a saktábláról. Úgyhogy tehát ha hasonló kontársakkozó van, akkor megbeszéljük, ha egy mód van rá, akkor videóval, valamivel, és próbálunk valami értelmes tartalmat kihozni belőle. Úgyhogy ennyi, akkor ez egy kicsit hosszabb felvétel lett, mint szokott lenni. Köszönöm a figyelmet, amatőr csillagász elköszönés, derülteget, sziasztok!